Üdvözletem! Ez itt a Horoszkóp, és ebben a videóban az Amityville harmadik részéről, a 3D-ről szeretnék nektek beszélni, úgyhogy vágjunk is bele! A Horoszkóp csak szórja az adást! 976, és meg is van a hatás! Bocsánat, Deszkréven, Adrien Barbó, Zitélet napban, oda vág a tárnó! Nekem ez a spanyol kiadás van meg ebből, és akár csak a második részből is az van meg, illetve az ötödikből, meg az Awakening részből is. Nagyon tetszik ez a borító, elképesztően elkapták ezt a borítót, hogy kinyílik ez a három újú szörnyetek kész a házból, nagyon tetszik. És mindig is mozgatta a fantáziámat, amikor ezt láttam. Kis egyszerű Blu-ray ez is, Nuku Extra, viszont szép a kép, jó a hang, angol felirat van rajta, illetve rajta vannak 2D-s és a 3D-s verzió is a filmnek, hát én csak a kérdéset tudom megnézni, nincs 3D-s tévém, 3D-s lejátszom se. Na de, ez a film, ez valamennyire nosztalgia fűz. Előbb láttam ezt a filmet, mint mondjuk a második részét, vagy a negyediket, vagy az ötödiket. Én legelsőnek egyébként a legelsőt láttam, aztán ezt, utána pedig a remake-et, a Ryan Reynolds-osat. És mindig is úgy éreztem ezt a enyhe picike kis bágyúságot a filmben, ami ebben van. De mégis nosztalgiába fűződök hozzá, illetve talán a hivatalos szériából, ami 8 részig tartott, aztán jött ugye a Ryan Reynolds remake, majd jött egy Awakening, az első 8 résznél, ennél a filmnél érezzük utoljára szerintem a nagy költségvetést. Mert itt volt az, hogy ugye rámentek erre a 3D-s effektekre, ami akkoriban ugye ez 83-ban volt, hogy ez a film is, úgy emlékszem, így van. Nagyon mentek ugye Péntek 13, 3D, a Cápa 3D, ugye többek között. Akkoriban ugye ezek nagyon mentek, ezek a 3D-s dolgok. És sok sorozatnál ez vízválasztó volt, ahogy szerintem a Cápánál is, itt is. Nem volt egy anyagilag túl sikeres ez a film. És ugye most, hogy 2D-ben néztem meg, azért nagyon szembetűnőek itt is. Akárcsak mondjuk a Péntek 13-nál, vagy a Cápa 3, meg végképp, amikor a Cápa áttöri ezt a üvegfalat, az nagyon eljár felett az idő. Itt is látszódik, hogy mikor mit akartak ugye beledobni a képernyőn, mit akartak mutatni. De na, egyik megvan is a varázsa, csak picikét úgy ettől a film szerintem bágyú helyenként, de atmoszférája van a filmnek, jók a színészek a filmbe, és tényleg érződik rajta a költségvetés, tényleg érződik az, hogy ebbe pénzt tettek, ebbe még volt egy kis akaraterő. Nem mint hogyha későbbiek egyébként pénzszagúak lennének, mert szerintem megmondom őszintén, nekem tetszenek a folytatásoknak is a nagy része, de erről majd máskor. És a filmet egy Richard Fleischer nevezetű rendező csinálta, aki szintén nem egy horrorfilmes karrierre rendelkező ember, akárcsak a Damiano-Damiani a második résznél, mert az a Richard Fleischer is, ő inkább a Vörös Szonyával lett híres, vagy a Conan a pusztítóval, vagy a Bronson film Mr. Majestic, meg ilyen filmekkel, és nem pedig horrorfilmekkel, de meglepően ügyesen kezeli egyébként a kamerát, tehát amit rábíztak, megcsinálta az az úriember, színészek is a filmben teljesen abszolút rendben vannak. Egyébként ez a kéz egy pici szörnyetekhez kapcsolódik, aki a ház alatt egy kis kútból jön ki. Na, az a jelenet, azt imádom. Nekem az annyira tetszik, annyira 80-as évek eszenciája van. Érződik, hogy tényleg még azt a levegőt szívja, ami 80-as években volt, nagyon tetszik. Úgy el tudnám képzelni a szobámban azt a kis műszörnyet, hogy jól néz neki egyébként, kis ennivaló. Úgyhogy igen, tehát attól eltekintve, hogy érződik ez a 3D-s tuszkolás a filmben, szerintem helyén van a film. Ami ugye külön tetszik ebbe a filmbe, hogy ahogy indul a történet, van egy átverés a filmben, miszerint van egy ilyen jósnő, aki jósolni akarott két embernek, akikről kiderül, hogy nem palimadarak, hanem riporterek, és lekapcsolják a villanyt, és ilyen fényjátékokat csinálnak, mert minden, hogy hülyére vegyék az embert, ezek ugye pedig leleplezik őket, ők ebből élnek, hogy leleplezik az ilyen embereket. Ahogy annak idején sokan mentek ugye az Amityville házba valójában is, hogy megnézik, hogy valójában van ott paranormális tevékenység vagy sem. Picikét szerintem erre is épít ez a jelenet a filmbe. De aztán ugye ezek a riporterek ugye beköltöznek, megveszik ezt a házat. És akkor ugye indul el a bonyodalom, mert valójában is
megtörténnek velük a szörnyűségek. Úgyhogy egyébként annak egy picit hosszúnak tűnik a film, hát annyira 93 perc, de szerintem teljesen rendben van. Én azt mondom, hogy akinek tetszik az első két részt, ne bőven adjon egy esélyt, mert ezen meg érződik tényleg a költségvetés. Ezutáni részeben pedig már érződik, hogy kevesebb pénzből dolgoztak, bár azok között is akadt csemege majd szerintem. Úgyhogy én összességében ennyit mondtam volna erre a filmről. Én azért szeretem, mert nosztalgikus élmények is fűznek hozzá, meg van a varázsa még így is. Ha tetszett a videó, dobjatok rá egy lájkot, érdekel nektek, mi a véleményetek erről a filmről a komment szekcióba. Ha még nem iratkoztatok fel a csatornámra, akkor iratkozzatok fel, légy szíves, és a következő videóig is. Béke!